Kalcsai kézilabda klub női csapatánál Kannalas Norbert volt az együttes edzője, aki azonban jelezte a KKC elnöksége felé, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt ideiglenesen nem tudja vállalni a női gárda edzését, így a klub vezetése új edző után nézett. A kalocsai KC elnöke Hartmann János elmondta, hogy szerettek volna házon belül új szakmai vezetőt találni. Így született meg végül a döntés, hogy a felnőtt férfi csapatot és irányító Kolici János veszi át a női együttest. Az a szerencsés állapotban, hogy pont a férfi, junior és a női edzések szinte egymást követik. Ezáltal olyan túl nagy logisztikát nem kellett belevinnünk. Hát annyi, hogy Jánosnak egy korábban kell lejárni, illetve pénteken ugye Bencének kell kicsit többet ülni a lelátón edzés előtt. Hartmann János hozzátette, hogy a KKC vezetőségének konkrét célkitűzésen nincsen a női csapat irányába, így leginkább a minden mérkőzésen, valamint egyúttal a bajnokságban való tisztes helytállás az, amit elvárnak a játékosoktól. Bár ugyan amatőr sportolókról van szó. Ez nem azt jelenti, hogy amatőrként szeretnénk ezt űzni, hiszen versenyzünk a megyei bajnokságban, és hát versenysportként tekintünk erre. Nyilván az elvégzett munka az, amiben mi mindig is mértük, és mérjük a továbbiakban is. A Kalocsai Kézilabda Klub elnöke elmondta továbbá, hogy az edzőváltáson kívül más változás is történt a női csapat táján hiszen Facskó Petra, aki a Dunaújváros MB2-es csapatának oszlopos tagja, kettős játékengedéllyel vissza tud játszani a KKC együtteséhez. Az edzéseket látogatja, azt lehet mondani, hogy mind a három edzésen részt tud venni, illetve a Földi Babett, aki ugye kettős játékengedélye Szeged és Kalocsai KC színekben versenyez. A KKC női csapatát az évek során rendre sújtották a fiatal játékosok távozásai, akik tanulmányaik vagy egyéb okokból kifolyólag más városba költöztek, tette hozzá Hartman János. Ennél fogva az állomány feltöltése is kulcskérdésé vált az elmúlt időben. A Kalocsai Kézilabda Klub női együttese jelen pillanatban a 11 csapatos megyei tabella 6. pozícióját foglalja el a bácsalmás mögött. Az együttes a következő hazai mérkőzését november 20-án vasárnap délelőtt 10 órakor játsza a Tiszakécskével. A bajnokságot jelen pillanatban a Kiskunhalas vezeti.